Tüntetés közepette kezdődött meg a parlamenti vita a béranyagság szigorításáról Olaszországban. A törvényjavaslat értelmében a jövőben az is bűncselekménynek minősülne, ha valaki külföldön élő béranya segítségével próbálna gyermeket vállalni. Eddig évente 3-4 ezer olasz pár élt ezzel a lehetőséggel. A jövőben akár börtönnel is sújthatják őket, ha a jogszabály átmegy a törvényhozáson. Sok más országban szabályozott és teljességgel legális mások számára terhességet vállalni, például Amerikában, Angliában, Kanadában, Portugáliában, Görögországban, Ukrajnában, Grúziában. Ha valaki el akar utazni ezekbe az országokba, hogy gyermeke legyen, miért kéne, hogy féljen a hazatéréstől? Mégis rettegnek az érintettek, egy civilizált országban ez nem helyes, mondta egy tüntető. Az egyik ellenzéki párt alternatív javaslatot dolgozott ki, amely nem tekinti bűncselekménynek a béranyaságot, de garantálja, hogy a nőket nem használják ki gazdaságilag. A konzervatív olaszok azonban inkább a szigorítással értenek egyet. Ezzel a törvényjavaslattal végre betiltjuk a női méhbérlését, és biztosítjuk a gyermekek jogait, jelentette ki a kormánypárt egyik tagja. A vita a héten még folytatódik, de a kabinet kényelmes parlamenti többsége alapján nagyon valószínű, hogy a jogszabályt elfogadják.